A tavalyi évhez hasonlóan idén is Törökországba vágyik a legtöbb turista, ugyanakkor Görögország is egyre izgalmasabbnak bizonyul, de egyre többen választják Spanyolországot és Olaszországot is. Európa szerte javában zajlik a turista szezon, bár a legtöbb nyaraló tengerparti üdülőhelyekre vágyik, akadnak olyanok is, akik a látványosságok alapján választják ki a tökéletes nyaralóhelyet. A legnépszerűbb úti célokat Kelemen Barna, a World Travel Shop cégvezetője ismertette híradónkkal. Az előző évekhez viszonyítva nem sokban változott azon országoknak a listája, amelyeket a legtöbben választják, mondta a szakember. Törökországot rengetegen kérik és rengetegen foglaltak, azon kívül idén egy picit megnőtt azon utasok száma, aki Görögországot szereti, és oda szeretne elutazni, hiszen nagyon sokszínű és rengeteg az ajánlat. Elsősorban a szigetvilágot keresik fel, ezek közül is a legfontosabb Kréta, Rodosz, Skiathos, Zakynthos például, az már évek óta közkedvelt. De meglepő módon két országot, mint például Olaszország és Spanyolország egyre többen keresik föl. Hozzátette, továbbra is rengetegen választják Egyiptomot, Bulgáriát és Tunéziát is. A jelenleg is tartó reptéri akadozásokról elmondta, bár rengeteg a probléma, azok leginkább a nagyobb légitársaságokat érintik. Ettől függetlenül próbálják az érintett ügyfeleik kellemetlenségeit orvosolni. Hozzátette, a charterjáratokat viszont egyáltalán nem érinti a helyzet, így a legtöbb turista elkerüli a törölt járatokat és a reptéri fennakadást. Így a nyaralók számára az egyetlen probléma a légi kikötőben legfeljebb pár perc késés lehet leszálláskor.